gyönyörűen felépítettünk egy három pontos előnyt 6-3 Magyarország javára Dominika ellen. A rajtnál Lilko és Ninoska. Felkészülni 3-2-1. Gyerünk, Lilko! Na nézzük, hogy bírnak egymással. Ninoska vagy Lilko? Lilko őrült tempóban jön, pedig Ninoska is nagyon gyors, már az előző körben is megillantotta az oroszlán körmét. Viszont Lilko most egy mozdulattal vezet, kettővel a szépen. Lilko jön a végére, nyitja a kaput, mind a ketten húzzák a kötelet, és Lilkonak nyílik le előbb egy hajszállal. Ketrec, bánk, és lent van az asztal mind a két lánynak. Lilko! Lilko! Lilko egy pillanatra elbotlik, Ninoska jön mögötte, de Lilko érkezik a csatorna ablakokon keresztül a csúszdába elsőnek, és csillag lesz. Lilko őrült gyors szokott lenni a kötelek alatt. És Ninoska, Lilko pedig befejezi az akadálypályát, és kezdheti a dobást. Minden dominikai Ninoskának szurkol, ő most jön le. Lilkónak még nincs találata, Ninoska kiér. Lilko, nem, Lilko alulról most nem esik le. És nézzük Ninoskát. Egy lent van Lilkónak, egy lent van Ninoskának, egyenlő az állás. Lilko megy összeszedni kettő Ninoskának. És most a felső dobta, de nem sikerült. Még négy Ninoskának. Állj, megmozzad, nem esik le. És Ninoskának is kell menni összeszedni. Lilko közel volt, de nem sikerült. Lilko fölülről dobja, ez az Lilko. 4-4 totem. És Lilkónak ott vannak a homokzsákok. Lilkónak már csak 3. És nem sikerül. Két homokzsákkal visszalép Lilko. Ninoska! Megvan a teteje! Lilkónak pedig már csak 2! Megmoccan, de nem esik le! Ninoska! Neki sem esik le! Megyét szedi össze mind a két lány a homokzsákokat. Lilko ér vissza előbb. Két totemet kell lebombáznia. Ninoska fut a homokzsákokért. Lilko eltalálja, de nem esik le! Lilko! Nem! Lilko még egy homokzsák! És megűr rajta! Az a totem nem akar leesni, Lilko visszadobja, Ninoska érkezik vissza a dobóportra. És megcsinálja, már csak 2! Már csak 1 a dominikainak! És 1 sem! Szépi Dominika! 6-4! Viszont jó, de itt érzem, hogy pattog. Jó, ne. Hogy vagy itt? Meg ne is lóg, aztán csak itt ezt visszük. Jó. Algo que no demuestra, señores, que aquí al final hay que tener fuego. Darle un poquito de agua. That is an ibuprofen for inflammation and pain. Hay que tirar y hay que tirar porque no importa si venimos adelante, si venimos atrás, todo se define aquí con la puntería. No era así para que vuelva a recuperarse. Lilko, nagyon utálom ezeket a pillanatokat, de mi történt és hogy vagy? Futam közben futottam fel a rámpára, és ahogy sprinteltem, és vettem a kezemmel a tempót, a kötélben, ami ki van feszítve, fennakadt az ujjam, vagy a kezem, és én futottam tovább, és visszarántotta. Mentem tovább, de itt, amikor éreztem a mászós résznél, ahogy tettem le a kezeimet, hogy valami pattog, de úgy voltam vele, hogy mint semmit az életben el sem szabad most feladni, és nagyon végig szerettem volna csinálni ezt a futamomat, és megcsinálni az egész csapatnak, mert annyira kedves mindenki, és annyira jó, hogy így támogatjuk egymást. Most nem 8 ember állt mögöttem, hanem sokkal több. Éreztem a támogatásukat, ez vitt előre. Sajnos nem sikerült behúznom a pontot, és szerintem azért a kezemmel sem lesz minden rendben. És te ilyen jól bírod a fájdalmat? Hogy hogy? Hát nagyon fáj a kezem, de most erősnek kell lennem. Kitartást és jó. Köszönöm. Rá.